Szekszárdon több bombát helyeztem el, ezzel hívta fel a segélyhívó számot egy Kaposváron élő férfi 2017. szeptemberében. A férfi kérdésre válaszolva pontosította bejelentését, mely szerint a Balparászta utcában találhatóak a bombák. Egy hétre rá azt állította a Bács-Kiskun megyei Katymár főutcáján helyezett el robbanó szerkezetet. 3 perccel később ismét telefonált, ekkor hívását egy másik központ fogadta, és nekik is ugyanezt mondta el, ám egyik alkalommal sem találtak a rendőrök bombát az általa megadott helyszíneken. A szekszárdi járásbíróság nemrég hozott ítéletet az ügyben. A szekszárdi járásbíróság közveszélye fenyegetés büntetében mondta ki a vádlott bűnösségét, ezért 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 4 évi próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet első fokon jogerőre emelkedett. A bűnösség kimondására azért került sor, mert a közveszélye fenyegetés büntetét az követi el, aki olyan tényeket állít, vagy annak a látszatát kelti, mintha közveszély következne be, például bombával fenyegetőzik, és ez alkalmas arra, hogy a köznyugalmat megzavarja. A közveszéllyel fenyegetés büntette egyébként 3 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmény.